Magyarország ungvári főkonzulátusa már több ízben juttatott el különböző adományokat Kárpátalja megye határán túlra is. A mostani alkalommal a 400 kilométerre fekvő Ivano-Frankivsk megyei Kraszno-Illa településén sikerült átadni egy nagy teljesítményű áramfejlesztőt, melyet a Beregszászi járási máltai szeretetszolgálat ajánlott fel. A festői környezetben élőknek nem csupán télen kellett szembenézniük az áramszünetekkel, hanem most is, hiszen a főkonzulátus munkatársainak ott tartózkodása során is épp áramszünet volt. Ez azonban nem akadályozta meg a helyieket abban, hogy körbevezessék a jelenlévőket az iskola épületében, amit részben a Magyar Állam és az Ökumenikus Segélyszervezet anyagi támogatása révén sikerült felújítani. Köszönöm a magyar kormánynak a most átadott generátort. Valóban nagy szükségünk van rá, mivel mifelénk gyakoriak az áramszünetek. Az elmúlt két napban is voltak lekapcsolások. Mivel a gyermekek táboroztatását végezzük, ezért ez az eszköz fontos a számunkra. Az intézményünk korábban már kapott egy áramfejlesztőt, és most ez is a liceumunk szükségleteinek kielégítését fogja szolgálni. Jelenleg 475 gyermek tanul ebben az intézményben, a nyári szünet idején pedig igyekeznek minden feltételt megteremteni a szeptemberi iskolakezdéshez. A Beregszászi járási máltai szeretetszolgálat négy generátort ajánlott fel a közelmúltban adományként, amik az ungvári főkonzulátus segítsége jutottak el a címzettekhez. Ebből három generátort eljuttattunk már Tugolka, Klimec és Zsupani településekre. A negyedik generátort idehoztuk Krasznójába az iskolába, és a lehető legjobbkor, ugyanis amikor érkeztünk, pont áramszünet volt az iskolába. Igazgató asszony elmondta, hogy nem csak a krasznójai gyermekek járnak ide, hanem a környező három településről is ide jönnek az iskolások. Magyarország ungvári főkonzulátusa és a kárpátaljai segélyszervezetek is úgy vélik, hogy az a legfontosabb, ha a segítség oda jut el, ahol igazán nagy szükség van arra. Ivano-Frankivsk megyébe már nem először érkezik magyar segítség, amiért rendkívül hálásak a helyiek.